Köszöntötték a Gyöngyösi Kórház első babáját. 60 oktatási cég adományozott klímát a kórháznak. Több új fejlesztés is vár Bocsonát községre pályázati forrásból. Köszöntöm Önöket, én Kis Balázs Levente vagyok, a 60 és a Gyöngyösi térség friss és fontos híreivel. Az idei év első gyöngyösi babáját is köszöntötték a Bugát Pál kórházban. A hagyományoknak megfelelően Hisz György polgármester és Weisz Péter a kórház főigazgatója ajándékcsomagokkal érkeztek. A gyöngyösi baba volt időrendben a megye harmadik babája. Az év első gyöngyösi babája hallhatóan nem szokta még meg a reflektorfényt és a nagy tömeget. Hangosan sírva tiltakozott az őt meglátogató emberek miatt. Sára Verona 3350 grammal és császármetszéssel jött világra a Bugát Pál kórház szülészeti osztályán. A kis jövevényt az apuka is nagyon várta. A kislánya gyöngyösi házas pár első gyermeke, tudtuk meg az anyukától, aki az új év első napján ment be a kórházba. Elsőn 9 óra tájékán jött be, és 14 óra 16 perckor született meg császármetszéssel. Igazából olyan 1 óra tájékán kezdődött úgy komolyabban a fájások, úgyhogy egész gyorsan. Dr. Algaui Nadimtól, a szülészeti osztály vezető főorvosától megtudtuk, a kórházban az elmúlt évben emelkedett a születések száma. Tavaly több mint 70 szüléssel többet vezettek le a gyöngyösi kórházban, mint a megelőző évben. Szerencsére ebben az évben jóval több szülés volt, mint tavaly és tavaly előtt. Úgyhogy 887 szülésünk volt 2016-ban, és közel 900 gyerek született, ugyanis 12 ikerszülésünk volt, és ugye eleve akkor 12 gyerekkel több, és így 899 gyerek született ebben az évben. Jók az adataink, akár a magzati halálozás, akár a koreszüléssel kapcsolatosan. Hisz György polgármester elmondta, az, hogy a Bugát Pál kórház 900 újszülöttjéből mindössze 250 a gyöngyösi baba, azt bizonyítja, hogy egyre népszerűbb a gyöngyösi kórház, hiszen a térségből, sőt még Pestről is egyre többen választják a gyöngyösi kórházat, a jó felszereltsége és a szakképzett dolgozói miatt. Az külön öröm, hogy a kórház rendkívül népszerű, hiszen, amit mondtam, hogy Gyöngyösön körülbelül 250-260 gyerek születik, és a szülések száma tavaly éve több mint 800 volt. Ez azt jelenti, hogy a város messze túlhaladva, vagy a járás messze túlhaladva a szomszéd megyékből, és ahogy hallottam, itt Budapestről is jönnek szülni, mert nagyon elégedettek az itteni ellátással, az orvosok felkészültségével, a nővérek hozzáállásával. Ez egy jó dolog. Sára Verona és anyukája jó egészségnek örvend, és szerdán már el is hagyhatták a kórházat. A gyöngyösi újszülött egyébként a harmadik a megyében. Mind a 60-i, mind az egri első jövevény megelőzte őt. Már ugyan használták a nyáron, azonban hivatalosan csak most adták át azt a klímaberendezést, ami a sürgősségi osztályon dolgozó orvosok és nővérek, valamint elsősorban a betegek közérzetét javítja. A beruházással a támogató Oktat 60 Kft. Meghaladta a 700 ezer forintos szintet, melyel 2016-ban a 60-i kórház működéséhez járult hozzá a cég. Szombati Lajos, az Oktat 60 Kft. Tulajdonosa elmondta, hogy az együttműködés még az egy évvel ezelőtti kórházi bál alkalmával kezdődött, amikor a kórház vezetőivel beszélgetve számára is világossá vált, hogy sok esetben a több százmilliós, milliárdos nagy beruházások nem teszik lehetővé, hogy az ilyen viszonylag kis, néhány százezer forintba kerülő klímaberendezések is be legyenek építve, melyek javítják a közérzetet. Hamarosan az eszközbe is lett építve a helyére, ezzel meghaladta a 700 ezer forintos összeghatárt az a támogatási összeg, mellyel az Oktat 60 hozzájárult az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet működéséhez. A berendezés a sürgősségi osztályra került. Én azt gondolom, minden cégnek a lehetőségeihez képest a társadalmi felelősségvállás keretében meg kell tenni azt, amit
amire képes anyagilag és lehetősége van, és én mindenkit biztatok arra, hogy olyan helyeken, különösen itt a kórházban, ahol ezt várják, ahol ez jól hasznosul, látható, szívesen fogadják, tegye meg ezeket a feljárásokat és segítse ez ilyen jellegű munkákat. Dr. Kéri Ildikó, a sürgősségi betegellátó osztályvezető főorvosa elmondta, a kórház megújulásakor a pályázat feltétele volt, hogy sürgősségi részleg is jöjjön létre. Ennek a berendezését a kórház csak önerőből oldhatta meg. Akkoriban a beruházás költségvetése nem engedte meg, hogy beépítsenek klímát. A működés megkezdése után még 2015-ben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nagy szükség volna egy ilyen berendezésre a betegek és az itt dolgozók számára. Így 2016 nyár végén a megfigyelőbe be is építették az eszközt. Ez egy hatányos megfigyelő rész, ahol a betegek a vizsgálatok elvégzéséig várakoznak, illetve van, aki egy napot eltölt itt nálunk, hogyha az engedését tervezzük, és ez miatt volt az, hogy ide szerelték be. Klímaberendezésre mindenképpen szükség volna még a vizsgáló helyiségekbe, a jelek szerint a helyi összefogás eredményeként ez a jövő nyáron már megtörténhet. Az eszközt főként nyáron használták, azonban télen is rá tud segíteni a központi fűtésre, ha szükséges. Sok beruházás valósult meg Bocsonádon. A község az elnyert pályázatokból megvalósítja a szennyvízelvezetést, valamint a Tarnahídtól Hevesváros közigazgatási határáig megépül a kerékpárút is. Az elbírálás előtt álló pályázatok között van a Szelecki kastély külső energetikai korszerűsítése, az egészségház és a védőnői tanácsadó felújítása, valamint februárban elindulnak a sportöltöző felújítási munkálatai is. Kis István polgármester hosszan részletezte az elmúlt év fejlesztéseit. Szerinte ennyi pályázati pénz még nem érkezett Bocsonádra, mint a 2016-os évben. A tervekből igen sok már megvalósult. Amikor polgármesterként újra választottak 2014-ben, több célt fogalmaztam meg, amit szeretnék megvalósítani. A legfontosabb a szennyvízberuházás volt. Ezt sikeresen megnyertük Tarnaméra és Nagyfüged községekkel, tehát ennek az előkészítése már folyamatban van. Én nagyon szerettem volna, hogy az általános iskolánk az Egyház megye fenntartásába kerüljön, hát ezt is sikerült megvalósítanunk. Megnyertük a pályázatot a Tarnaméra heves településekkel, heves városával. A kerékpárútra 443.600.000 forint. A 18. században épült Szelecki kastély felújítására három pályázat is be van adva, ezek jelenleg elbírálásra várnak. Az egyik a külső energetikai fejlesztésekre vonatkozik, ami a nyílászárók cseréjét, a homlokzat felújítását és a fűtési rendszer korszerűsítését foglalja magába. A kastély tetőszerkezetének a felújítása viszont már egy vidékfejlesztési pályázat keretében valósulna meg, tudtuk meg a polgármestertől. Az épületben egyébként több intézmény is üzemel. Az óvoda komplett belső felújítására pályázunk, tehát így evidens, hogy az óvoda van ebben az épületben. Van egy közösségi tér a kastélynek a déli szárnyában, illetve a főépületben van egy tornatermünk, tornaszobánk, amely borzasztó állapotban van. Ennek a felújítása is megtörténne ez pályázaton belül. Az egészségház az 1970-es években volt felújítva utoljára. Jelenleg a fenntartása nagy költségeket ró az önkormányzatra, ezért a védőnői tanácsadóval együtt belső és külső felújításra vár ez is. A Petőfi út végén található sportöltöző is rendbehozatalra vár. A tetejét borító hullámos kátránypapír láthatóan nem bizonyult tartós megoldásnak. Az épület ezért már több helyen is beázik, és a falak is repedeznek. Mivel igény a sportszakosztályok részéről lenne a használatára, az önkormányzat kérelemmel fordult a miniszterelnökhöz. Az így kapott 3,5 millió forintból indulnak majd meg a sportöltöző felújítási munkálatai februárban. Mintegy 1,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrást nyert 178 mikrokis- és középvállalkozás, a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályakezdők támogatását célzó gyakornoki programjának keretében tájékoztatta Rákosi Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az MTI-t. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése.
A gyakornoki program bér és járulék támogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan 9 hónapon keresztül, ismertette az államtitkár. A rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Döntő részben a versenyszférában bővült a foglalkoztatás 2010 óta. A Központi Statisztikai Hivatal friss munkaerőpiaci adatai alapján 4.414.000-en dolgoztak tavaly az utolsó negyed évben, ami 705.000-rel haladja meg a 2010-es adatokat. A foglalkoztatási ráta 67,5%-ra javult a 6 évvel ezelőtti 54,6%-ról, ezzel Magyarország meghaladta az uniós átlagot. A munkanélküliség 4,5%-on áll, az uniós rangsorban Magyarországot már csak Németország és Csehország előzi meg. Köszönöm figyelmüket, ezek voltak híreink mára, tartsanak velünk holnap is, már csak egy munkanap van a hétből, viszontlátásra! Csütörtökön elszórt tanhúzápor és havazás is kialakulhat, de emellett napsütésre is számíthatunk. Napközben -3 és +3 fok várható, és hidegfronti hatásra készülhetünk. Pénteken az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, egy-egy gyenge húzápor is kialakulhat, délután -4 és -10 fok valószínű. Szombaton még keményebb fagyra van kilátás, -4 és -11 fok közötti értékeket mérhetünk.